Dr. Hegyi László pécsi egyházmegyés papnak a keresztutyán imádkoztuk végig. Most úgy gondoltam, hogy egy körülbelül fél órás emlékedést tartok, aztán ha még van kedvük, lehetőségük, akinek van igénye, akkor még beülök a jogtatószékben, ha kell, akkor még segítséget is tudunk hívni, és aztán elvégezhetjük a Szent Jónásokat. Ez a mai nap, mai alkalom segít bennünket, hogy előkészüljünk, egyre jobban átérjük húsvét a Szent ünnepének a titkát, Isten szeretetének a titkát. Neked ajánlom, Uram, értelmemet és akaratomat. Minden feladatomban vezéreljen a hit és a tudás, az igazság és a szeretet. Országunk kiteljesítését akarunk szolgálni. Segíts, hogy elfogadjuk legyen. És segíts, hogy járjak a földön. Segíts, mert kutatója akarok lenni jóságot és tépségét. Hűséget szolgálja igazak egységének. Tudom, hogy a nép, aki közé küldetésem szól, Uram Istenem, te néped, barátaim, a te barátaim. Tudásommal gyarapítani, nem esíteni akarom őket, engedd, hogy megértsük közöttünkben. Engedd, hogy alázatos, alkotó társad legyünk mindannyian. Engedd, hogy a tudás és az alkotás közös javunkra váljon. Engedd, hogy együtt építsük az élet templomát. Engedd, hogy méltósággal éljünk, rövid életünket. Isten bennünket ünnepre teremtett. Az emlékezésünk induló pontja Baltazár király története Dániel könyvéből, Dániel első fejezet 1-től 5. verséig. Baltazár királynak lakomát rendezett főembereinek szám szerint mintegy 1000 voltak, és 1000 ember előtt itta a bort. A bortól ittasan Baltazár megparancsolta, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnézár elhozott a jeruzsálemi templomból. Az volt a szándéka, hogy abból igyanak a király és a főemberei, a feleségei és a mellékfeleségei. Erre előhozták az arany és ezüst edényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából utoltak el. Belőlük itt a király és a főemberek, a feleségei és a mellékfeleségei. Itták a bort és dicsérték az arany, ezüst, méz, vas, fa és kő isteneiket. Ugyanabban az órában emberi kéz ujjai jelentek meg, és írni kezdtek a lámpással szemben a királyi palota falának méz felületére. Ismerjük tovább a történetet, hogy Dániel kivatják, és Dániel elmagyarázza azt az írást, ami ott a falon megjelenik, menetek el párszunk. Ismerjük, ugye megmérettél és könnyűnek találhattál. Ezt jelenti ez az írás. Az Isten ünnepre teremtett bennünket, és az ünnepnek az a lényege, hogy van értelme az életünknek, mégpedig az az értelme az életünknek, amit Isten nekünk adott. Az egy igaz Isten szolgálatára hívott. A mai szentleckében, a vasárnapi szentmise szentleckéjében Szent Pál apostol mondja, hogy Krisztusban van számunkra az égi hivatás, és ebben az égi hivatásban kívánunk futni. Az életnek az értelme az, hogy azt a hivatást éljük, amire Isten megszólított, meghívott bennünk. Hogy van értelme az életnek. Az egy igaz Isten az, aki meghívott bennünket. Nem pedig a kő, a fa, a réz, nem tudom, miből való Isten. Nem az
evilági dolgok, hanem egy igaz Isten. Szokták mondogatni, hogy mindenki hisz valamiben. Hát elég szomorú, hogyha csak valamiben. Mi nem valamiben hiszünk, hanem valakiben hiszünk. Az egy igaz Istenben. És ez a valaki, ez kapcsolatba kíván lépni velünk. Az ember az életét valamire nem teheti rá. Nem építheti e világi dolgokról valamire. Az ember az életét valamire építheti. Amikor két ember megszereti egymást és házasságot kötnek, akkor sem valamire kötik. Akkor sem úgy kötik meg, hogy most már van házunk, most már megköthetjük a házasságot. Hanem valakinek a másik szeretetének. És bíznak abban a hívő emberek főként, hogy a másik szeretetében Isten tudja szeretni, és Isten szeretetét kapja meg. És ez a kölcsönösség, két ember kölcsönös szeretete meghívja az életben az Isten. És ezért megünneplik ezt a nagy találkozást, ezt a szövetséget. Olyan szép a magyar szó, amikor azt mondja a házasságban, hogy szent élet.